Az agár a magyar egyetemes kultúrának a része. A honfoglalás idejéből származó sírleletekben talált agárkoponyák is bizonyítják ennek a vadászati módnak az ősiségét. Az angol száz területeken elterjedt sprintversenyekkel szemben hazánkban maradt fel legtovább vadászati módnak az agarászat. Köszönhetően idézőjelben a szabadságharc, az 1848-as szabadságharc elbukásának, amikor az osztrákok megtiltották a magyar embernek a fegyvertartást, fegyverhasználatot, akkor vették elő a magyar urak ismét az agarakat. Az agarászatot a II. Világháború után 1948-ban betiltották, de ez idő alatt is megőrizték a tradíciót az elhivatott tenyésztők. Az Országos Agarász Egyesület hazánk legrégebbi civil szervezete. Vadászkutya bemutatóval és hagyományőrző vadászati nappal nyitották évadjukat. Amint egy 300 főt számláló egyesület célja, hogy vadászati alkalmasság alapján tenyészze ezt a fajtát. A vezetőségnek pozitívak a tapasztalatai. Egyre többen nem a kiállítás, illetve a show agarakat tenyésztik, hanem a kipróbált, tehát akár versenyen, illetve reméljük rövidesen vadászaton is kipróbált, hogy egy tradicionális vadászó agarat próbálják tenyészteni. Az agarak mellett vizsla és kopó tenyésztők mutatták be tevékenységüket, de solymász bemutatót is láthatott a közönség. A rendezvénynek az egyesület székhelye egy pár száz lelkes Zala megyei település Mihályfa adott otthont. A rendezvényen egy kiadványt is bemutattak, melyben az Országos Agarász Egyesület összegezte a tradicionális magyar agarászat ismérveit. Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője is üdvözölte az egyesület tevékenységét és a zalai évadnyitót. Nagyon örülök, hogyha egy ilyen kis faluban ilyen rendezvény van, és az agarászat nagyon sok szempontból fontos, és azért itt hagyom, hogy Keszthely szempontjából is ráadásul, mert ugye Keszthelyen a fejlesztésekben egy agárpályát terveznek. Az agárpályát a Helikon Kastély Múzeum Vadászati Múzeumánál fogják elkészíteni, mondta el Tóth Csaba múzeumvezető. Úgy gondolom, hogy az országban egy egyedülálló lehetőség lesz, hogy későbbiekben nemzetközi agárfuttató versenyeket is rendezzünk. Az agárpálya és a vadászati múzeum további fejlesztései legkésőbb a 2021-es vadászati világkiállításra fognak elkészülni.